három, négy. Majd hat az altató. 10 perc, aztán hat. Addig ki kell bírni. Csak ne zúgna a fejem. Talán nevetséges, hogy most évek múlva mondom el neked. Szeretlek. Gyere hozzá, feleségül, kérlek. Milyen szép. Azt mondta erre a házra, hogy szép? Igen, szép. Akkor maga egy boldog ember. Akkor maga soha nem fogja megérezni. Nekem szép. Tudom, hogy meg fog fagyni az orosz fronttól, elveszik a bakancsát és úgy hagyják a hóban, de nem szabad ilyet mondanom. Én előre tudom a végét mindennek. Mit csináljak? Odaadhatom magának a ruháinkat, Rózsika. Tudja, nekem el kell menni. Igen, tudom. Ne tessék haragudni, Várhelyi néni, de nem maradhat itt. Itt éjjel-nappal ellenőrzés. Katonák a házban. Itt nem alhat senki, aki nem lakik itt. Fertőtlenítés. Levetni minden. Sarokba egy kupacba gyűjteni. Igaz, nem akarom. Égaz, nem akarom végigélni. Nem bírom végigélni. Maga partizán volt? Tűz. Jaj, de messze. Csak elbújtattam egy pár embert. Égaz, egyszer ez is elmúlik, és álmodni sem fogunk róla.